Egyetemünket egy sokszínű, csodákban gazdag természetvédelmi terület övezi, ahol pihenhetünk, feltöltődhetünk, vagy akár sportolhatunk is. A kert az év nagy részében minden érzékszervünket megörvendezteti, friss levegő, változatos növények, színek, illatok várnak. Igazi felüdülést jelent az előadásokon töltött hosszú üldögélés után, vagy a vizsgaidőszak stresszes időszakában. Lépten-nyomon újabb és újabb élőlénnyel találkozhatunk az ösvényeken haladva. Mintegy 8000 féle növényt és 70 állatfajt rejt a kert. Az épületből elindulva felfelé az emelkedőn, tőlünk balra egy tündérkertbe érünk, ami egy angol kert mintájára ültetett kert. A konyarvő ösvények mellett a fák és cserjék között fűszer, gyógy és dísznövények ülnek spontán társításban, szabálytalan virágágyásokban. A lényeg, hogy kora tavasztól késő őszig legyen valami virágzó érdekesség, és ez természetesen nem csak minket vonz, hanem az izgalmas rovarvilágot is. Így hétről hétre változik egy kicsit a kert látványa. Tovább haladunk, egy nagy üvegházat láthatunk, ami tel is tele van, érdekes kaktuszokkal és pozsgásokkal. De ebben a kaktuszházban nem csak apró kavicsvirágok és kristályvirágok, hanem hatalmas agávék, lyukkák, kutyatejfélék és különféle formájú és méretű kaktuszok is laknak. Végig sétálva a kaktuszok és kutyatejfélék között eljutunk a dögvirágokhoz, amik hogyha virágoznak és meg akarjuk őket szagolni, akkor bizony az egy életre szóló élmény nyújt. Vannak dézsás növényeink, amelyek tavasztól őszig kint laknak a kertben, majd a téli időszakban az üvegházak némelyikében vannak elszállásolva. Ezek között a növények között vannak, amiknek a bizonyos részeit jól ismerjük, esszük és használjuk őket, viszont magát a növényt nem ismerjük. Ilyen például a citrusfélék, guava, kávé, kakaófa, avokádó vagy gyömbérfélék, de ilyen dézsákban laknak nálunk mediterrán és trópusi dísz és haszon növények is. Legalább 400 faj látható belőlük. A kaktuszház és pálmaház között már is egy észak-amerikai kontinentális félsivatagi kőkertben találjuk magunkat. A vörös homokkősziklák és a rajtuk élő növények egzotikus arizóniai sivatagot és kanyonrészletet idéznek. Így már is a világ másik végén érezhetjük magunkat. A gyűjtemény alapállományát adó télálló kaktuszok, pálmaliliumok mellett találhatunk sziklarózsát, kéttűs diófenyőt és sivatagi szappanfát is. A medvetalp kaktuszok szép piros, ám bár szúrós termést is érlelnek nálunk. Következő üvegházba betérünk, ott aztán tátva marad a szánk. Ez az orchidea és bromélias ház. Itt láthatunk bohóc arcot utánzó orchidea virágot, vaníliát, levegőben lógó broméliákat, elevenszülő és húsevő növényeket. Némelyikük nagyméretű fedeles kancsóval kapja le a rovarokat,
van, amelyiknek levele két tenyérként csukódik össze, vagy ragacsos pöttyöktől csillog. Itt kap helyet a növényóvoda is, ahol miniatűr méretben csodálhatjuk a növényvilág képviselőit. Ebből az üvegházból, ha kijövünk, egy kis tópartján találjuk magunkat, ahol vízi és mocsári növényeket láthatunk. Ez a pálmaházzal szembe van, ahol további 10 kis medence is helyet foglal, szintén vízi és mocsári növényekkel. Ezekbe különleges védett növények és kétértőek kerültek, valamint rendszeresen látogatják a szitakötők. A pálmaházban hatalmas fikuszok és pálmafák között sétálhatunk, szobanövényeink óriás változatait találhatjuk meg, mintegy 500 különlegesség népesíti be a házat. A sportpálya felett egy hatalmas sziklakert mediterrán tájakra invitál minket. Európa mediterrán és szubmediterrán növényzetének többsége jól viseli a pécsi klímát. Láthatunk ciprus, cédrusokat, borókát, fügét, gránátalmát, levendulát, rozmaringot és a mediterrán makkiára jellemző növényeket. Tovább folytatjuk utunkat, már a botanikus kert másik oldalán, a dombon lefelé haladva, eljutunk a japán kertbe, amely egzotikus gondolatokat ébreszt és meditálásra késztet minket. Itt a víz, a kő és a növényzet a természet harmóniáját sugallja. A természet kicsiny mása, a kis tó és vízesés a tengereket, folyókat, a kő a hegyeket, sziklákat, a növények az erdőket szimbolizálják. A híd, a pad és a japán kapu a kertünkben elpusztult fákból készültek. Asztalos diákok gyakorló munkájának gyümölcseként. Jó példával szolgál a növényzet és emberek harmonikus együttműködésére is. Az öntözőrendszer az uszoda vizét és az esővizet is gazdaságosan biztosítja növényeink számára. A lehullott levelek és egyéb szerves anyagok a komposztáló segítségével visszakerülnek a természetes környezetbe és táplálják azt. Az állatoknak denevérodók, etetők és költőodók biztosítják a kényelmet. A botanikus kertet már az első éves biológus hallgatóknak bemutatjuk gyakorlati órák keretében, így az elméleti anyag sokkal könnyebben megtanulható. Ekkor részletesen megvizsgáljuk az említett növényeken kívül a szubtrópusi, ausztráliai, amerikai és ázsiai növénygyűjteményt is. Az oktatási órákon kívül lehetőség van a kerti munkákba való bekapcsolódásra és kutatásra. A kertben a hallgatók kedvükre barangolhatnak, de bárki látogathatja a gyűjteményeket. Célzott programok várnak mindenkit, akik szeretnének részesei lenni, például a kert koratavaszi virágzásának vagy az őszi kert szépségeinek.